Jó estét kívánok, beugró műsorvezetőként köszöntöm Önöket, Pindrok Tamás vagyok. Elindul-e a menekült hullámok tálibok által elfoglalt Afganisztánból? Erre a kérdésre is keressük a választ ma este a Csörtében, és arra is, hogy valós választás lesz az ellenzéki előválasztás, illetve megszabadul-e a Jobbik minden antiszemita jelöltjétől. Vendégeink Fodor Gábor, jó estét kívánok, jó estét. Gerő András, jó estét. Lánci Tamás és Nagy Ervin. Jó estét. Először hallgassuk meg Horváth József biztonságpolitikai szakértőt. Kulcskérdés az Törökország lesz, illetve Szíria és Irak, hiszen ezen a két útvonalon keresztül tudnak majd Európa felé a leggyorsabban eljutni, és azért nem olyan nagy ez a távolság. Tehát én azt hiszem, hogy akár néhány héten belül is számolnunk kell egy ilyen áramlatnak a megindulásával. A magyar szolgálatok számára egyrészt egy előjelző rendszert kell működtetni, ebben nyilván a nemzetközi partnerszolgálatokkal együtt működve tudnak dolgozni, másrésztről pedig az itthoni szűrőrendszert kell továbbra is éberen tartani, hogy mondjuk a terror fenyegetettség ne növekedjen Magyarországon. Na hát meg is van a kérdés, indulhat-e menekült hullám Afganisztánból? Úgy néz ki a helyzet szerintem, hogy erre számítani kell, hogy indulhat, ahogy te is fogalmaztál, feltételes módban, meg ahogy a műsorban is elhangzott, vagy a bejátszásban is elhangzott, tehát ez feltételes mód, de indulhat. Na most mi van, ha elindul? Annak nyilván belpolitikai jelentősége is lesz, azt hiszem, hogy alapvetően befolyásolhatja a következő évi választásokat, de a magyar választásokon túlmenően az Európai Uniónak a jövőjét is. Tehát az Unió, én azt gondolom, hogy tanult a 2015-ös menekült válságból, és remélhetőleg másként fogja kezelni ezt a kérdést, mert egyéb iránt más országokban is komoly belpolitikai következményei lehetnek ennek. Tamás? Én sok mindennel egyetértek, meg a hét elején már volt szerencsénk erről egyszer beszélgetni, de hogy az Európai Unió mennyit tanult ebben kapcsolatban, én azért szkeptikus vagyok. Tehát egy hete Angela Merkel még arról beszélt, azt kérte az unió vezetőjétől, hogy visszatoloncolhassa az afgánokat. Most javaslatot tett 10 000 afgán befogadását. Tehát egy hét alatt eljutottunk a kitoloncolástól a 10 000 afgánig. És ezt tudjuk jól, hogy a 10 000-ből lesz 20-30, az ördög tudja mennyi. Ráadásul Németország, ami kulcs szereplője az Európai Uniónak, egy nagyon-nagyon fontos választás előtt áll most szeptemberben, és én nem nagyon látom, hogy ki lesz az a cselekvőképes politikus, aki pont a kritikus időszakban képes lesz majd megállítani a menekült áradatot. Lehet, hogy még Merkel ott lesz, mint ügyvivő, de hát mégiscsak egy ilyen ex-lex állapot lesz, ami nem vetít előre semmi jót. A másik, tanult-e az Európai Unió? Hát ha tanult volna, akkor szerintem már most el kellett volna kezdeni jelentős erőket kivezényelni az Égei-tengerre, már most el kellett volna kezdeni a tárgyalásokat Törökországgal. Lehet, hogy ezek zajlanak, ezek a dolgok, de nem látjuk a nyomát. Ehelyett egy mai hír, hogy jelenleg annyi történik, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere Kínával és Oroszországgal próbál alkudozni. Azt is mondhatnám, hogy őket kérleli, hogy hát valahogy ezt az egész helyzetet, ezt oldják meg. Ő nem volt rá képes, akkor talán a kínaiak vagy az oroszok. Nem, ez nem, szerintem semmi jót nem vetít előre. András? Nem tudom, szólíthatom Mariannak? Nem. Nem szólíthatom Mariannak. Tamás maradt. Pedig azt azért lássa be Tamás, hogy így nagyon szexista lett a műsor, mert hiányzik a Marian, csak úgy mondom azt a nézőknek is tájékoztatás. A nőjogokról tudunk majd beszélni a Talibán kapcsán, Afganisztán. Igen, főleg Afganisztánban ez aktuális. Úgyhogy, de nem csak ott. Nem csak ott. A Csörtében is. Igen. Szóval hát az igazság, hogy én ehhez egyáltalán nem értek, meg nem tudom megmondani, hogy jönnek-e menekültek, vagy nem jönnek, mert lezárják a határokat, nem zárják le. Én csak azt tudom, hogy, de ez egy személyes dolog, hogy számomra bizonyos értelemben sokkoló volt ez az egész afgán történet, és én egy, hogy így mondjam, a nyugati kultúra iránt elkötelezett ember vagyok. Hát az az én kultúrám is, az a zsidó-keresztény kultúra, hát ez az én kultúrám, én ebben élek. Ez egy másik kultúra, ami most ottan győztes politikai pozícióba került. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek rengeteg tanulsága lehet, rengeteg olvasata is van, és rengeteg tanulsága, hogy azok, akik így alakították a dolgokat, döntően az Egyesült Államok vezetése,
az milyen tanulságokat hol le ebből? Tehát én ezt a kultúrát úgy ismerem, különösen ennek a kultúrának az amerikai változatát, ami egy elképesztően flexibilis kultúra, tehát tanulni képes. Hogy mit tanulnak ebből? Tehát ez egy kudarc, értelemszerűen ez a történet, de mégiscsak kulturálisan az enyém a történet. De tanultak belőle, mert Irak példája mutatja, hogy nem biztos, hogy a demokrácia exportból tanultak, hogy oda kell vinni az arab országokba. De itt nem egyszerűen, jó, itt van egy olvasat, ami a demokrácia exportról szól. Igen. Egy más olvasat az arról szól, hogy az Egyesült Államok egy világhatalom, és neki vannak érdekei demokrácia exportról függetlenül a világban. És az amerikaiaknál mindig egy kérdés volt az, ők az első világháború óta világhatalmi tényező, hogy a belpolitikai, hogy így mondjam, követelmények győznek-e az USA-ban, vagy pedig a világhatalmi követelményrendszer. Mert az amerikaiaknak mindig volt egy ilyen izolacionista megközelítésük, hogy mi közünk hozzá, miért halnak meg ott a mi fiaink, miért kell nekünk elmenni Afganisztánba, Vietnámba, így úgy. Miközben egy világhatalom, és neki vannak funkciói, mint világhatalomnak. És én nem tudom, hogy ebből aztán ők minden demokráciáktól függetlenül milyen következtés vonnak le, hogy mit jelölnek ki amerikai prioritásnak, amerikai érdeknek, és mihez fognak ragaszkodni? Tamás szerintem arra gondolhatott, hogy egy hasonló kivonulás már lezajlott Irakban, amivel sikerült megalapítani az iszlám államot. Tehát annak az lett a következménye. És utána jött Szíria. És most ugyanaz történik, egy másik terrorállamot, vagy legalábbis szélsőséges, hát hogy terror lesz, azt nem tudjuk, de vannak erre nézvést várakozások. Tehát mégiscsak egy másik szélsőséges iszlám államot sikerült most ott lényegében fölépíteni, demokrácia helyett, és a kivonulás módja is nagyon-nagyon hasonló volt. Tehát ott maradtak a fegyverek, amik megint az iszlamisták kezére jutottak, ott maradt polgári személyzet, tehát hogy nem látjuk azt a flexibilitást és azt a tanulási folyamatot ehelyett, már elnézést, de bénázások sorát látjuk. Tehát az infernális jelenet, ami lejátszódott a kabuli reptéren, az, hogy jelenleg 10 000 amerikai polgári személy tartózkodik Afganisztánban, akit elfelejtettek evakuálni, mert előbb távoztak a tengerészgyalogosok, mint ahogy a polgári személyzetről gondoskodtak volna. Tehát ezek az nagyon súlyos kérdéseket vetnek föl. És hogy mindeközben, amikor zajlik ez az egész őrület, ekközben az amerikai elnök elmegy Camp Davidbe nyaralni. És csak akkor jön vissza, amikor már tényleg emberek potyognak, szó szerint emberek potyognak a levegőben. Igen, Tamás, mindig azad van, de bármilyen szomorúak ezek az események, ezek, ha kettőt hátralépsz tőlük, egy idő után eljelentéktelenednek. Itt az a kérdés, hogy azok a döntéshozók, akik ülnek a Pentagonba, a Fehérházba, azokban az irodákban, akikben döntenek ezek a dolgokkal, hogy milyen következtetésekhez jutnak. Mert azért azt lássuk, hogy igazad van, hogy Irakot ott hagyták, most Afganisztánt ott hagyták, méghozzá olyan módon, amit nem lehetett volna, de azért úgy tűnik... Korábban Vietnámot is ott hagyták. Igen, de úgy tűnik, hogy mondjak egy ellenpéldát, azért Tajvan fölé egy ernyőt biztosítanak az amerikaiak, azért Tajvan egy nagyon forró pont ebben a világban. Az igazság az, hogy noha én nagyon nagyra tartom Izrael államot és a katonai kapacitását, de szerintem sokkal szegényesebb lenne ennek a kapacitásnak a kihasználtsága, nem lenne ott egy amerikai, nevezzük így segítség, vagy védőernyő, vagy amerikai támogatás. Tehát Amerika nem ad föl mindent. De pontosan itt van a kérdés, hogy azok, akik most ülnek Tajvanban, vagy ülnek Ukrajnában, és lényegében az amerikai állam kenyerét eszik, mert együttműködnek velük, és most látják azt, hogy gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt Amerika faképné hagyta őket, és a sorsukra hagyta őket, ebből ők milyen következtetést fognak levonni. Amikor Kína nyomást gyakorol Tajvanra, tehát ami most Afganisztánban történt, ez egy felhívás keringőre minden nagyhatalomnak, Kínának, Oroszországnak. Mindenkinek meg fog nőni az étvágya, és az a kérdés, hogy Amerika lesz-e olyan bátor, akar-e majd ugye megint amerikai életeket áldozni, és hogyha nem, akkor tulajdonképpen mi lesz a birodalommal? Tehát én azt, igen, mert onnan indítottad a mondatodat, hogy ez egy ilyen, tehát ez a hatás, ez el fog múlni, és majd ebből mindenki tanul. Én azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb a hatása, még annál is nagyobb a hatása, mint amit most látunk, és fölmerül tényleg a kérdés, hogy
hogy lehet ezt a birodalmat, amit az elmúlt 70 évben gründolt Amerika, ezt hogy lehet a jövőben összetartani, hogyha Amerikának a jövőben az lesz a politikája, hogy nem hajlandó amerikai emberek életét áldozni a birodalom fenntartása érdekében. Egy amerikai elnök mondta, csak egyetlen mondat, hogy a szabadság fája kiszárad, hogyha nem vér öntözi. Na nézzük, Ervin. Hát ezt öntözni kell, ezt a fát. Igen, egy világrend nélküli világban élünk, tehát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok már nem tudja azt a szerepét betölteni, amit mondjuk az első világháború után próbált ő, és egyébként sikeresen meg is tett. Tehát egyfajta csendőrként működött a nyugati világban, nyilván a hidegháború az egy kicsit ezt kettévágta. Most viszont, amikor a hidegháború véget ért, akkor szerintem az Egyesült Államok nem találta meg az új szerepét. Tehát nem találta meg azt a helyét a világban, amit ő egyébként a hidegháború során sikeresen fenntartott. Tehát elvesztette azokat az eszközeit, szerintem elvesztette a tanulási képességét is, pontosan azért, mert nem volt vele szembe valami, amivel szembe meghatározta volna önmagát. Tehát ameddig a hidegháború folyt, addig ugye meg lehetett önmagát úgy határozni, morálisan is és politikailag is, hogy az a jó birodalom, az a helyes birodalom. És ebből alakult ki az a demokrácia export, amiről itt beszéltünk, hogy az Egyesült Államokban úgy gondolkodtak, és úgy gondolkodnak ma is, hogy egyedül kizárólagos, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy univerzalista és melorista, tehát kizárólagosan helyes, és kizárólagosan terjeszteni is kell a liberális demokráciát, ezt nevezték liberális demokrácia exportnak, csak az a probléma, hogy az Egyesült Államoknak már nincs meg ehhez az eszköztára, és nincs meg ehhez az ereje, de mégis erőlteti. És de lehet egy következő ilyen gócpont, mint amilyen Afganisztán volt, vagy Szíria volt? Ez az, amiről Tamás beszélt, hogy ez tényleg felhívás egy keringőre, mert amit ez a világrend védett ez idáig, az teljesen megdől. Tehát ott egy olyan bizonytalanság lesz, ami egy ilyen dominó módjára döntheti be a világot. Jó, Ervin, de azért figyelj ide. Mi mondjuk 1945 után mi a Pax Sovjetikában éltünk, ugye a szovjet birodalom részeként. A 89-90-es, 91-ben a Szovjetunió felbomlásával ezt fölváltotta a Pax Americana. Ennek lett eredménye, hogy Magyarország belépett a NATO-ba, köztünk szólva, népszavazás nyomán, és bizonyos értelemben ennek az eredménye az Európai Unió kibővítése, például Magyarországgal. Én őszintén szólva, én nem hiszek abba, hogy a Pax Americana leváltható. Pontosabban szólva, mindent el kell követni azért, hogy maradjon, mert ami helyette lenne, ugyanis jelen pillanatban csak egy olyan alternatívát látok, hogy ha van egy emelkedő Kína, akkor itt bejön egy olyan rend, ami egészen más normák szerint alakulna, mint amit én és szerintem ebbe a kultúrába tartozó emberek szeretnének. Van egy éledező orosz nacionalizmus, mert az oroszok sose adják fel. Tehát azt azért tudni kell, sose adják el. Afganisztánban ők is feladták, 89-ben kivonultak onnan. Na igen, most úgy néz ki, hogy szövetségesek lesznek, és Kína is, Afganisztán, a Talibán, de, új szövetségesek. De ezek hosszú távú történetek. Tehát ez nem arról szól, hogy 89-ben feladta a Gorbacsov, ez arról szól, hogy vannak orosz érdekek Európában, amiket ők Nagy Katalin óta nem adnak fel. Aztán vagy sikerül nekik, vagy és nem. És én bocsánat, és még egy mondat. És én, ha nincs Pax Americana, akkor nem tudom, mi van. Ezért én személy szerint nagyon drukkolok annak, hogy Pax Americana működjön. Erre hadd reagálják, muszáj vagyok ebből belekapaszkodni. Ne arra, hogy Gábor, és Tamás, utána esküszöm, hogy odaadom neked a szót, és a maradék két perc a tied lesz. Tehát csak az nem merülhet föl, hogy mi itt Európában, mint a világ leggazdagabb, legfejlettebb kontinense, esetleg kezdjünk magunkkal valamit? Tehát mi mindig nem. Csak az amerikaiak lábán kell, hogy álljunk. Ők azok, akik így a hónajunk alá kell, hogy nyúljanak. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy... Mert én egyetértek veled abban, hogy ezt a kultúrát meg kell őrizni, mert ez szerintem a legjobb kultúra a földkerekségen, de ha nem az lenne, én akkor is ebbe akarok élni veled együtt. Tehát az a helyzet, hogy szerintem nekünk Európának, tehát össze kéne szedni magunkat. Ehelyett mit látunk? Ehelyett Twitter üzeneteket látunk, meg Facebook háttérképeket, meg olyan nevetséges fenyegetőzéseket a magyar ellenzék részéről, mint amit Cseh Katalin bemutatott. Szóval tehát ez aggasztó, az mert sajnos jelenleg tényleg ilyen állapotban van. Az egy mondatot, Tamás, az megtörtént szerintem. Szóval a következő
Következőt hadd mondjam el itt a kialakult vitához. Egyfelől arra, amit ugye a Tamás mondott, nem, ez rövid távon nem elképzelhető, tehát az Egyesült Államok nélkül nincsen Európának biztonsága, nem tudja magát katonailag megvédeni. Az, amiről te beszélsz, lehet egy távolabbi cél. Egyelőre az Európai Uniót próbáljuk zökkenőmentesen működő képessé tenni, és szerintem utána következik az, hogy katonailag hogyan tud ez ütőképesebb lenni, de az arrébb van, ez az egyik. A másik a demokrácia exportról. A demokrácia export szerintem helyes az a helyzet, és számtalan kiváló példa volt erre, megjegyzem. Németország fantasztikus jó példa erre a második világháború után. Az Egyesült Államok nélkül nincsen egyébként egy mintaszerű demokrácia Japán, Európában. Japán, így van, ahogy mondod. Dél-Korea vagy Tajvan, amit mondott András. Szóval Japánban 1945 óta szóval az a helyzet, hogy liberális demokraták kormányoznak. Ezek mind sikeres próbálkozások. Ezek mind sikeres próbálkozások voltak, és fontosak voltak a világ szempontjából, és ezen kultúrák szempontjából is, hogy demokráciák jöttek létre. Tehát az Egyesült Államoknak ilyen szempontból egy nagyon hasznos és nagyon fontos szerepe volt, és amit az Ervin mondott arról, hogy a világ csendőreként tevékenykedett, azt gondolom, hogy ez tévedés. Szóval ez nem érdemes Amerikát így felhozni példaként. Az András utalt arra, hogy vannak nagyhatalmi érdekek. Ők ezt önmaguknak vindikálták. Ez egy letűnt kornak a szövege volt, ugye, ami a Kádár rendszerben mondták ezt, hogy jön a gonosz Egyesült Államok, mint a világ csendőre. Szóval nem a világ csendőre, hanem vannak nagyhatalmi érdekei, és mint a legerősebb, legkomolyabb katonai hatalomnak, azt gondolom, hogy helyes, hogyha kiáll a demokratikus értékek mellett. Az afganisztáni példa azt mutatja, hogy ezt nem lehet ráerőltetni egy iszonyatosan más kultúrára, úgy, ha azokat nem akarják. Ilyen szempontból Joe Bidennek igaza van, akkor azt mondja, hogy nem lehet megvédeni egy olyan rendszert, amit azoknak kéne megvédeni azért elsősorban, akik ott vannak. Fantasztikus tehát, felismerés 20 év után. Rendben, de az Obama adminisztrációnak az alelnöke volt. Ez egy nagyon fontos dolog, és még egy gondolatot szeretnék. A lépcsőházi gondolkodókat mondani, nagyon nagyra méghozzá, tartom, csak hogyha amerikai elnöki székbe jutnak, akkor azért ne felejtjük el ezzel. Szóljon rájuk, hogy ne hagyják el. Ne felejtjük el ezzel a témával kapcsolatban azt sem, hogy látom, hogy a jobboldali sajtóban megjelentek olyan hangok, hogy a tálibok olyanok, mint az 56-os magyar szabadságharcosok. Szóval itt azért szerintem a leghatározottabban ezt vissza kell utasítanunk. Tehát az 56-os magyar szabadságharcosok, nem. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a tálibok olyanok, tudjátok milyenek a tálibok? Mint Kádár, amikor jött be az orosz tankoknak az élén körülbelül. Menekülnek százezrek és milliók Afganisztánból jelen pillanatban, ahogy elmenekültek annak idején Magyarországról, és százezrek elmenekültek. Tehát az a helyzet, hogy nem a szabadságharcosok elől nem menekülnek millió számra az emberek. Az árnyék boxot tényleg fejezzük be, mert itt senki nem mondott ilyet, és ez erről nem kell nekünk vitatkozni. A demokrácia exportról, tehát a demokráciát oda lehetett exportálni, ahol ennek kulturálisan megvoltak az alapjai, csak Európában sikerült. Ide nem kellett igazából exportálni, mert hogy itt találták ki a demokráciát ezen a kontinensen. Tehát bárhova máshova, Dél-Koreában is. Hát én ezekkel az ázsiai, tehát hogy mondom, ott van Japán, nem, tehát igen. Szerintem egy jól működő rendszer össze van rakva, de azért mégiscsak 45 óta egy párt kormányoz azért ezt. Ugye elnevezték a politológusok, hiszem, hegemon demokráciának, vagy valami hegemon pártrendszernek, de hát ez, tehát azért érezzük, hogy ez nem az a modell, amiben mi élünk. Ez valami tök más. Tehát csak azt akarom mondani, hogy amikor pedig az Egyesült Államok nagykövetsége júniusban kirakja a honlapjára, hogy ők ünneplik a Pride hónapját, és egy hónap múlva pedig menekülnek, és nem, hogy a Pride-ot nem ünneplik, hanem az életükért futnak, hát akkor ott szerintem ott valami nagyon, Ervin, nagyon komoly helyzetértékelése, tehát a helyzetértékelése nagyon komoly probléma. Ervin közbe akart. Igen, csak annyi, hogy itt komoly politikai döntéseket kell hozni. Tehát az, hogy síratjuk Afganisztánt, az, hogy síratjuk az Egyesült Államokat, az, hogy közleményeket gyártunk, vagy az Európai Unió politikusai a Twitteren üzennek, vagy Cseh Katalin ugye felszólítja a tálibokat, hogy tartsák be az emberi jogokat. Tehát ez nagyon kevés. Tehát én úgy látom, hogy ennek a civilizációnak az életereje a politikusaink miatt elfogyott. És a olyan politikusok irányítják ezt a civilizációt az Európai Unión belül, akinek már nincs meg hozzá az ereje, és talán az akarata sem. Hát minden esetre szerintem talán mindannyian egyetértünk Steinmeier német államfőnek a kijelentése, aki azt mondta, hogy ez a nyugat szégyene, ami ott történik Afganisztánban, most független attól, amiről beszéltünk, tehát amellett, hogy én is azt gondolom, hogy ez ki kellett onnan jönni, mert ezt nem lehetett fenntartani úgy, hogy maguk, akik ott vannak, nem harcolnak érte, de nem így kellett volna kijönni. És a talibántól mit lehet várni? Van egy percünk.
Szerintem semmi jót. Tehát ugyanaz történik? Bocsát, tehát hogy szerintem tök világos, hogy tehát, hogy most oda benyomul Oroszország és Kína. Lényegében üzletileg megállapodtak a Talibánnal. Nem véletlenül a Talibán nem esett neki most fejszével az ellenfeleinek. Nem látunk egyelőre lefejezéseket, nincs, most erre nincsen szüksége. Most el fogja magát fogadtatni a nagy és erős környező államokkal, megköti azokat a díleket, amiket megkötnek. Kínának se kell oda menni, hogy vesződjön az afgán hegyek között, nem fogja ott államot építeni, hanem azt az egy-két bányát, amiben a ritka földfémek vannak, és ami számára fontos, hogy a elektronikus eszközöket még hatékonyabban tudja gyártani, ezeket szépen onnan el fogja majd hozni, kifizeti a talibánokat, és nagyjából ennyi. És azt lehet mondani, hogy a földközi tengertől Pakisztánig lényegében az történik, amit Irán és Kína akar. Így van, és van nyugatnak lényegében megszűnt a közép- és közel-keleten a befolyása. Egy fontos mondat. Kína, hogy most a határok a jelen pillanatban lezártak, hiszen repülővel lehet elmenekülni, a szárazföldi határok zártak. A fő kérdés az lesz, hogyha a szárazföldi határokat kinyitják, mert esetleg azt gondolja ez a szélsőséges iszlamista mozgalom, hogy jobb is, hogyha elmennek azok, akik nem akarnak itt lenni, akkor mi lesz? Erőválasztással folytatjuk a második félidőben. Köszönöm. Na hát indulunk a csörte második félidőjével, és előválasztást. Nézzük meg Böröcz Lászlót, hogy mit mondott a Jobbikról az előválasztás kapcsán. Eleve az is felháborító volt, hogy egyébként őt indítják, és az ellenzéki pártok a DK-tól, Gyurcsány Ferenctől, Karácsony Gergelyig mind kiálltak Bíró László mellett. Viszont olyan szempontból meg azért mégsem örülhetünk annyira, mert egészen biztos, hogy ahol Gyurcsány Ferenc keze, illetve Jakab Péter ott van, ott valami deal köttetett a háttérbe. Tehát, hogy nyilván nem véletlenül lép vissza Bíró László, inkább az a kérdés, hogy a Jobbiknak és Bíró Lászlónak mit ígértek cserébe. Hát itt soroltuk a neveket a bejátszás alatt, hogy hány jobbikos lehet még antiszemita kijelentéseket tett jobbikos az elmúlt években. Ide figyeljen, Tamás, az kevés, hogy antiszemita. Maradjunk inkább abban, hogy rasszisták. Tehát ezek nem egyszerre, mert az antiszemitizmus... De már régen volt, azt mondta. A pártelnök is azt mondta, meg ők is azt mondta, és bocsánatot is kért. És például, aki most bemondott. El is nyerte ezt a bocsánatot. Sőt, hát Gyurcsánnyal együtt kampányolt. De ez a volt miniszterelnök jelent. Dolga, ez rám nem vonatkozik, gondolom. Tehát ő annak bocsát meg, akinek akar. Én is elszámolok a saját lelkiismeretemmel, tehát nekem oly mindegy, hogy ő mit mond. Ráadásul ő neki politikai érdekei vannak ebbe, mert ő dílt kötött a Jobbikkal, méghozzá az ellenzéki együttműködésen belül, és most egymást tolják előre. Ez az ő érdeke, érdekkötötten beszél. Én meg hátradőlök itt a székbe, és nekem nincs érdekem ebben a történetben, és azt mondom, hogy ahogy ezt Amerikában mondani szokták, hogy csatlakozzak az előző témához, hogy fuck you. Hát 2022-ben választások lesznek. Az ellenzék összefogott, és arra készül, hogy leváltsa az Orbán kormányt. Hogyha az ellenzék hatalomra jut, akkor hatalomra jut a Jobbik is. Igen. Azokkal a képviselőkkel együtt, akár kormányzati tisztségbe is, akikről most beszéltünk. Egyébként szerintem mindannyiunkra tartozik a kérdés, mert felvázolja azt a jövőképet, ami mondjuk egy ellenzéki győzelem esetében lehet. De magáról az előválasztásról szerintem érdemes azt elmondani nagyon röviden, hogy amit ígértek az ellenzéki pártok még februárban, hogy ez egy demokratikus verseny lesz, az úgy látszik, hogy nem teljesül. Egy olyan kufárkodás volt itt a háttérben, vagy mondhatni, hogy hatalombrókerkedés, ahol osztottak, szoroztak, alkudoztak, megegyeztek abba, hogy ebbe a körzetben te indulsz, a másikba meg te engedsz, hogy gyakorlatilag most azt látjuk, hogy 90%-ban a körzetek el vannak osztva. 10%-ban verseny van, a versenyben majd meglátjuk, hogy milyen konfliktusok lesznek, de végül is az egész csak arról szól, hogy mobilizálják az ellenzéki választókat, mobilizálják a leendő szavazóikat. És még egy dolog, hogy megnéztem most az oldalát ennek az Országos Előválasztási Bizottságnak, és megdöbben vettem észre, hogy 11 olyan körzet van, ahol egy induló van. Népszava szerint 12. Igen, mert még lehetséges, hogy azóta történt egy visszalépés, de ha 12 vagy 11, teljesen mindegy, azért ez
Ez mennyiben hasonlít ahhoz az ígérethez, amit az ellenzéki pártoktól kapott az ellenzéki szavazó, hogy megválaszthatja a saját képviselőjelöltjét? Hát hasonlít hozzá valamelyest. Szóval az a helyzet, Ervin, amit te itt mondtál, itt kimondhat a kulcs szót szerintem. Én azt gondolom, hogy ez egy másodlagos szempont volt, amiről te beszéltél, hogy most fáj nekünk, vagy nem fáj nekünk az, hogy mennyire lehet választani az előválasztáson. Az kétségtelen az lett volna a szép, hogyha mindenhol lehet választani, de hát mégiscsak csomó pártról van szó. Tehát lehet ezt sejteni, hogy azért fognak alkuk megszületni. A lényeg az, mondom, amit mondtál, hogy itt valójában az ellenzéki választók mobilizálása az egész előválasztásnak a lényege, és erre ez egy jó eszköz szerintem. Tehát ilyen értelemben az ellenzék, igen, előre tudja mobilizálni a szavazóit, ez fontos lesz a választások szempontjából. Most azért tegyük félre azt a kérdést, hogy most Miró László, Tóth Péter, ez egy másik szintje a kérdésnek. Tehát az első szinte az, hogy először is a választókat mobilizáljuk. Ezt valószínű, hogy el fogja érni. Ami tanulságos szerint ebbe az egészbe, most mondom félretéve az érdemi kérdéseket, amiről András is beszélt, te is részben érintett az egész Jobbik problémát, most nem akarom azt megint ide tenni az asztalra, mert szerintem mindenki tudja, aki ezt a műsor szokta nézni, hogy mi erről mit gondolunk. Igen. Szóval az a helyzet, hogy szerintem az nagyon tanulságos, és érdemes rá odafigyelni, amit már itt szintén mondtunk többször, hogy a DK és a Jobbik együttműködés eredményeként, ami ugye megszületett, vagy másfél-két hónap ezelőtt, ugye itt ebben a műsorban is beszéltünk erről, lényegében az következett be, hogy a többi ellenzéki párt margón kívül került. Tehát mind a Szocialista Párt, mind a Momentum, mind az LMP, ha úgy tetszik, megy a levesbe a jelen pillanatban. És akkor így néztem, ismerték föl, miért vesznek részt az egész? Láthatók, most már napvilágot látnak ilyen kalkulációk, amelyeket azt úgy számolnak, hogy ha bekövetkezik az előválasztás, kinek milyen esélye van, hát ugye abból azt a következtetést mondják le, hogy lényegében a DK és a Jobbik tud frakciót alakítani, a következő parlament, a többiek nem. Az a helyzet. Tehát ez mutatja azt, hogy például mennyire felkészületlenül tárgyalt ezek szerint a Momentum vezetése, mennyire az LMP-nek mennyire az a végén, és az MSZP az kész, azt lényegében mehet mindenhová. Tehát ha valaki az jövőbeni ellenzékkel akar számolni, az a DK-t és a Jobbikot jelenti. Tehát ez kell... Hát a Gyurcsány show működött. Tehát a Gyurcsány show működött, mert lényegében Gyurcsány Ferenc mindenkit átvert. Most az utolsó nagy átverés, az majd meglátjuk, hogy sikerül. Ugye az Karácsony Gergelynek a pajzsra emelése lesz az ősz folyamán, aki gyakorlatilag egy tehetetlen báb, hiszen gyakorlatilag, ahogy te elmondtad, van a Jobbik, van a DK. És akkor ott van egy olyan figura, aki mögött semmilyen támogatás nincsen, Gyurcsány Ferencét leszámítva, ha majd ő éppen úgy dönt az ősz folyamán. Tehát ebből szerintem egy nagyon-nagyon Gyurcsány számára kedvező, az ellenzék és az ellenzéki szavazók számára egy rendkívül kedvezőtlen kombó állt össze. Izgalmas a Karácsony kérdés, Tamás, mert harmadik. Tamás, nekem a Maria megszokta engedni, hogy elmondjam, amit akarok, és egyébként is... Hát nem is vett közbe. Én most nagyon érzékeny vagyok. Szóval azt akarom mondani, hogy... Jövő héten jön Maria. Ja, Istenem. Szóval azt akarom mondani, hogy egy pillanatra hadd térjek vissza, amit az eredetileg fölvetett, hogy itt a Jobbik hogy kerül be, ez a csomó ilyen rasszista ember ebbe a politikai pakliba, és hogy áll össze velük a volt miniszterelnök. Szóval nekem az a problémám, megint csak kettőt hátralépettől, hogy 2010-ben nyert kétharmaddal a mai kormánykoalíció. A részben azért nyert kétharmaddal, mert az volt a miniszterelnök hosszú ideig előtte, aki volt, nevezetesen Gyurcsány Ferenc. Ő nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Fidesznek kétharmada lett. Jó szerével a Fidesz hálás lehet neki, hogy 2016-ban már nem mondott le. Jó. 2009-ben. Vagy 2009-ben, bocsánat. Na most akkor lemondott, bocsánat, először kellett volna 2006-ban. 2000, nem 16. De azért az fájt az országnak is, tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy mi a Fidesz öröme, akkor azért látni kell azt is, hogy milyen kárt okozott mondjuk Gyurcsány Ferenc azon 3 éve, 2006-tól 2009-ig, még bénakacsaként, hát hogy is mondta, úgy csinált, mint hogy a kormányozná. Jó, Ervin, nézd, a magyar történelemben az népritka, hogyha jó valami egy pártnak, az nem biztos, hogy jó az országnak. Tehát ez nem egy, na jó. Én most azt akarom csak mondani, hogy 11 év telt el azóta, amióta 2010-ben megtörtént a kétharmados fordulat. Miért kell a jobboldalnak együttműködnie egy rasszista,
vagy a baloldalnak együttműködnie egy rasszista, abszolút egyébként Európa ellenes indítatású társasággal. És arra a következtetésre jutottam, hogy 11 év alatt nem tudtak egy olyan alternatívát kidolgozni baloldalról, ami őket a választók szemébe kormányképessé és elfogadhatóvá tegye. Tehát ezért össze akarnak adni, fércelni szavazóbázisokat, és szerintem ez a nagy tragédia igazából, hogyha a magyar baloldal 11 év alatt nem tudott kidolgozni egy kormányképes, önmagára támaszkodó alternatívát, ez önmagában egy olyan szegénységi bizonyítvány, amin el kellene gondolkodni, hogy mit kezdenek a nemzeti kérdéssel, egyáltalán nemzet problémájával. Egyetlen egy politikai válasz nem született ez a 11 év alatt. Hogy mit kezdenek a szolidaritás alapú piacgazdasággal? Ez egy nagyon nagy kérdés. Arról se született semmi adekvát válasz. Tehát magyarán szólva sem szocialista alapú válasz nem született, sem nemzeti irányban elmozduló válasz, ezért most itt állnak 2020-21-be, mert ugye 20-ba kezdődött ez az összebútorozás, egy olyan politikai, idézővel politikai alternatívával, ami szürreális. Pedig elkezdődött az 21. századi pártok, az LMP, a Jobbik, magukat így apostrofálták, elindultak egy úton, aztán összebútoroztak a 20. századi pártokkal, akiket ők így minősítettek, Tamás, a Gyurcsányékkal, de miért? Tehát ez az a kérdés. És Demeter Márta például mindegyik csapatot megjárta, kezdte az MSZP-ben, utána lett LMP, és most pedig Jobbikos lesz. Tehát van átmenet, úgy látszik a pártok. Jó, Tamás, de azért azt látni kell, hogy akkor, amikor mondjuk 90-ben volt egy rendszerváltás, vagy 89-90-ben, azért az egykori SZDSZ kidolgozott egy programot. Annak a rendszerváltás programját. Mindegy, de egyszerűen letettek egy papírt, nem tudom, hát nem egy papír volt. Az egy kis könyv volt. Egy kis könyv volt, könyv. Amiben volt egy elképzelés, egy forgatókönyv, hogy milyen legyen Magyarország. Vagy így lett, vagy nem így lett, de sok minden megvalósult. Na most 11 éve volt a baloldalnak, miközben az Orbánnal szemben rendszerkritikát alkalmaznak. Tehát nem azt mondják, hogy a kormány rossz, hanem azt mondják, hogy az egész rendszer rossz. Értem. Alaptörvény is. Minden rossz. Na de akkor kell egy másik, nevezzük így intellektuális hozzájárulás, hozzáadott érték, ami megmondja, hogy milyen Magyarországot akarok. Na most ezt nem csinálták meg, nem végeztek el egy munkát, és most úgy gondolják, hogy a rasszisták hátán bekapaszkodnak hatalomba, és fordítva a rasszisták az ő hátukon. De szerintem azért van, mert a forgatókönyvek mindig kívülről jöttek. Tehát most is az a ez a technikai forgatókönyv, amit csinálnak, az játszódott le Lengyelországban a tavalyi év során. Ezt fogják most itt adaptálni. A programmal kapcsolatban ugyanez a helyzet. Azt majd megmondják külföldről, mint ahogy a baloldalnak 90 után mindig külföldről mondták meg. Most privatizálni kell, akkor ők privatizáltak, és mindent elkutyavettyéltek. Még többet kell privatizálni, akkor még többet fognak privatizálni. Minden gyakorlatilag instrukció külföldről jött. Ezért soha nem volt meg bennük az az intellektuális igény, készletés, és szükség se volt arra, hogy ők önálló programot írjanak, mert azt mindig a gazdáik megmondták kívülről, és most szerintem ugyanez a helyzet. Tehát ez lehet, úgy nevezzük, mint a követő magatartás, és mint a teremtő magatartás, ugye Csizmadia Ervin híres fogalmairól van szó, tehát a baloldal az folyamatos mint a követő magatartás politikáját művelte, tehát a nyugatnak a mintáit próbálta. Azért ez egy magunk közül, azért ez egy nagyon-nagyon eufemisztikus megnevezés, a mintakövetés. Tehát jó, hát diplomatikusan, a szolgai kiszolgálása az valaminek. Ezzel szemben a jobb oldal viszont 2010 után változtatott, tehát itt Gábor, egy nagy változtatás volt, alakult miniszter, ki, tessék. És egy mintateremtő kritika hangzó indult el, és a mintateremtő politikát pedig támadják külföldről, tehát ennek a tanúbizottsága az a rengeteg politikai vita, ami most az Európai Unióban zajlik. Szóval nagyon nem akarok a történelmi mélységekbe visszamenni, de a Tamás felvetésre annyit hadd mondjak, hogy azért ez nem így volt a 90-es években. A 90-es években mindenki privatizálni akart, ebben lényegében konszenzus volt jobb oldalt, liberálisok között és a bal oldal között. Nem a közszolgáltatásokat, Gábor. Nem az a kérdés, hogy tehát nyilvánvaló kellett, hogy mindenki privatizált a térségben, de az, hogy üveggyöngyökért odaadtuk a teljes magyar közszolgáltatást,
szolgáltatást, lényegek gáz, víz, villany, minden ment, amit most kinkeservel tudtunk visszavásárolni. Messzire vezető vita, erre most csak annyit hadd mondjak, és visszatérnék a jelenbe azért inkább, tehát erre csak annyit hadd mondjak, hogy Magyarország egyébként a posztkommunista országok között, tehát szeretném leszögezni, a posztszovjet országok között a legsikeresebb ország volt a 2000-es évek elejéig. Ezzel minden ellentmondással és minden nehézséggel együtt. Nos, vissza a jelenre, tehát annyit hadd mondjak Demeter Márta a kérdéséhez, hogy hát én azt gondolom, hogy ő abból a szempontból érdekes, az ő Jobbikhoz való csatlakozása, hogy azt mutatja, hogy ráadásul ebben az erőtérben, amiről előbb beszéltünk, hogy DK, Jobbik, ez maradt az ellenzéki oldalon, tehát tulajdonképpen erről beszéltünk, ott a Jobbik az erősebb. Most úgy néz ki, hogy vagy az van fölfelé menőben, mert akik éppen valahova csatlakozni akarnak, mutatja az ő példáját, hát megy az erősebb felé, természetesen megy a Jobbik felé. Ez azért egy elég súlyos perspektíva, hogyha ezt nézzük. Tehát itt szerintem baj van, arról, amiről az András beszél, a program hiánya, a vízió hiánya, az, hogy Magyarországról mondjunk valamit, ez a hiány azt eredményezi, hogy itt láthatóan, hogy értékválasztások nélkül egyszerűen technikai alapon elkezd növekedni valami, leginkább az számít, hogy ki tud a legharcosabban szembe menni a jelenlegi kormánnyal. De több kérdés is van az előválasztással kapcsolatban. Ki szavazhat? Ellenzéki szavazónak kell lennie annak, aki elmegy előválasztani. Ki hogy ítéli ezt meg? Az indulók előre megmondják, hogy melyik frakcióba fognak beülni. Miközben látjuk Demeter Mártát, LMP-sként jelöltette magát, most meg már azt mondja, hogy a Jobbikba fog beülni. Tehát olyan csiki-csuki megy itt, hogy szerintem a választók sem nagyon tudják, igen, hogy most ez mi. Sőt, nagyon sok választó azt sem tudja, hogy ez az előválasztás tulajdonképpen micsoda. Sokan azt gondolják, hogy ezt az állam bonyolítja le. Ezt azért rögzítsük, igen, hogy ez ellenzéki szervezet. Bizottságnak nevezi így magát, van, tehát egy Magyar György által megtévesztő vezetett testület. Okay, de egyébként mielőtt erre rátérnék, de figyelj, amit te mondtál, Ervin. Országok közül a legsikeresebb. Ezt azért tagadnád. Tehát a Gyurcsányi zsákutca, ami 2009-re Magyarország államcsődjéhez vezetett, az szerintem nem egy sikeres országnak a receptje volt. Szerintem nem Magyarország volt a legsikeresebb. Ervin, tehát ez következő a helyzet. Rosszul emlékszel az adatokra. 1995, tehát a rendszerváltás 89-90-től kezdődően Magyarország körülbelül 2002-2003-ig szinte minden kategóriában első helyen volt, vagy adtuk a stafétabotot a cseheknek és a szlovénoknak egymásra. Az első három helyen voltunk versenyképességben, ugye a GDP-nek a állásában, életszínvonal kérdésében, és sorolhatnám a különböző mérőmutatókat, amelyeket néznek. 2003-2004 után indult el a lefelé ívelés, ami aztán jutott el egy világválsággal súlyosítva 2010-ben oda, amit ismerünk. Tehát ez egy külön történet. Ez egy új vita lehet. Igen, de visszatértünk oda, hogy Gyurcsány kormányra szakaszra mondható ez az időszak. Most Gyurcsány irányítja ezt az előválasztást, ha vissza akkor beszéljünk az előválasztásról, tehát mennyire megtévesztő ez a dolog. Oda kanyarodnék vissza, ugye, hogy elhangzott az, hogy az előválasztás azért lett, tehát ez végül is egy legitimációs technika egyrésztről, másrészt azt a célt szolgálja, hogy mobilizálja, ez volt a kifejezés, igen, ezt kerestem, a mobilizálja az ellenzéki szavazókat. De az érdekes, hogy amióta az egész előválasztásról szó van, tehát amióta ezt pertraktálja a baloldali sajtó, azóta szemmel láthatóan az ellenzéki szavazók elbizonytalanodtak. Tehát 3 hónapja csökken a biztos szavazóknak a száma a baloldalon. Tehát szerintem pont ellentétes a hatás. És szerintem egész egyszerűen azért, mert más otthon ülni és szídni az Orbán kormányt, és más az, amikor kijönnek a napfényre ezek az ellenzéki képviselők, és megmutatják magukat. És szembesülni kell azzal, hogy hát ezekre kell majd szavazni. Tehát arra a jelöltre, aki tényleg fröcsögve zsidózik, de tényleg, tehát még csak nem is a szalon zsidózás kategória, hanem tényleg a legótvarosabb nyilas csürhének a stílusát hozza. Szembesülni kell azzal a mérhetetlen butasággal, amit Fekete Győr András valósít meg minden egyes áldott nap, minden egyes megszólalásával. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen följöttek a színpadra, ott állnak, és iszonyatosan néznek ki, és azért ez egy-két nem teljesen elvakult ellenzéki szavazót elgondolkodtatott, hogy
ezekre lehet, hogy akkor nem kéne, lehet, hogy az Orbánt nem kedvelem, de ezekre talán nem biztos, hogy kéne szavazni. Ez egy érdekes gondolat, amit felvetett a Tamás, ennek van előképe egyébként a magyar politika történetben, emlékeztek az MDF történetére a 2000-es évekből, 2008-2009, nem, az más, a Szabó Iván volt, az még a 90-es években, amiről beszélek, az volt, amikor a választások előtt videókat forgattak az MDF előttek, és véletlenül kiszivárgott, ugye ez a 2000-es évek. 2006. Vagy 2005, mert ugye a 6-os választás előtt, vagy 2009, igen. Meg akkor már nem. A jelöltekről csináltak videókat. Így van, és véletlenül kiszivárogtak, és az volt az, amiről a Tamás beszél, hogy ott volt egy sokkoló élmény, hogy úristen, ezek a jelöltjeink. Tehát én azt gondolom, hogy az előválasztás, én látom ennek a mobilizáló hatását, de nem kizárt, hogy neked igazad lesz abban, hogy a sok szembesülés, hogy most finoman így fogalmazunk, a jelölteknek a sajátosságaival, az okoz majd. Ennyi eufemizmus egy mondatban. Az majd nehéz. Hát tanultam, az Ervin idézett egy Ervint, Csizmadia Ervint, és ugye hát Ervin, ha már... Ervinet. Így van, ha már... András, maradjunk ennél, így van. Hát nézze Tamás, én úgy gondolom, hogy miután Magyarországon jószerivel van egy kormányzati alternatíva, amit a kormányzat fölkínál, az nem mindenkinek tetszik, nekem nagyon sok kifogásom van vele, de szerintem a magyar választók egy része úgy lesz ezzel, mint ahogy én is, hogy el kell gondolkodni, hogy van a rossz meg a rosszabb. És mi nem először a magyar történelemben azon kell elgondolkodni, hogy a rosszat vagy a rosszabbat válassza, és jelen pillanatban, amit én az ellenzéknél látok, személyi felhozatalban, rasszizmusban, zárójelbe, milyen európai értéknek felel meg a rasszizmus, csak úgy mondom, tehát amikor ezekről beszélnek, ugye? Én úgy gondolom, hogy az egy síralmas alternatíva, ami persze a kormánynak kedvez. Ez nagyon jó végszó is lenne, van fél percünk. Mikor sikeres az előválasztás? Hányan mennek el? Van ilyen fokmérő, és hogy fogják ezt tényleg mérni? Akkor sikeres szerintem, ha sokan, tehát megmozdul az ellenzéki közönség, az a helyzet, nem lesz szerintem erre konkrét szám, megmozdul az ellenzéki közösség, és érezni lehet az, hogy van egy pezsgés az ellenzéki oldalon. Pezsgés van? Hát én most tanultam egy kifejezést egy ellenzéki politikustól, egyjelölti verseny, ez hangzott el. Na és itt az igazi végszó. Én úgy érzem, hogy ez mindent elmond a helyzetről. Köszönöm szépen, uraim, hogy itt voltak. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.